Nem javulnak a járványügyi mutatók. Itthon az elmúlt három napban több mint 21 ezer új fertőzöttet regisztráltak, és 304-en vesztették életüket a szövődményekben. A szennyvíz adatok sem biztatóak, továbbra is emelkedik a vírus örökítő anyagának koncentrációja, így messze lehet még a negyedik hullám tetőzése. Közben mától újabb helyeken kötelező a maszkviselés, a kormányablakokban és a NAV irodánkban is mindenkire vonatkozik a szabály. Kell a papír, de rögzítettük a rendszerben is. Az oltásról igazolást állítanak ki, ezen szerepel, hogy ki milyen vakcinát kapott. Az adatokat a központi elektronikus rendszerbe is feltöltik, az adminisztrációt összehangoltan végzik, a kórházakban naponta több ezerszer megismétlik, a harmadik dózist pedig egyre többen kérik. Azért kértük, hogy tudjunk mindenfele mozogni, unokázni tudjak, meg hogy az egészségünket próbáljuk így megőrizni. Debrecenben 10 helyszínen adják be a vakcinát, első, második és harmadik dózis egyaránt kérhető. Teljes mértékben kihasználtak az oltóhelyeink. Elsősorban előjegyzéssel fogadjuk a pácienseket, az oltakozókat, de nyilvánvalóan, hogyha van olyan kapacitásunk, megengedi, hogy akik regisztráció nélkül érkeznek, őket is beengedjük és őket is beoltjuk. Jövő héten oltási kampány lesz, előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is beadják a vakcinát a kórházakban. Már készülnek, a legtöbb helyen új részlegeket nyitnak meg. Az akció hét során ugye eleve hosszabb nyitvatartási idővel, illetve a hétvégét is ugye beleértve tömegével tudnak jönni oltásra. És ugye itt Győrben a mi kórházunk az oltópont, és nekünk azzal, hogy várható létszámot tudjuk fogadni, ehhez meg kell nyitnunk egy sokkal nagyobb oltópontot, mint amivel most dolgozunk. És ugye oda várjuk a nagy tömeget. A beoltottak száma már csak nem 6 millió. Több mint 5 millió 774 ezeren megkapták a második vakcinát. 1 millió 594 ezeren pedig már a harmadik dózist is felvették. Több mint 21 ezer új fertőzöttet igazoltak három nap alatt itthon, és 304-en haltak meg a szövődményekben. Kórházban mintegy 5300 beteget ápolnak, akik közül 519-en vannak lélegeztetőgépen. A Délpesti Centrum Kórház az intenzív osztályos és az egyéb kórházi ágyakkal is jól tud gazdálkodni, de egyre nagyobb a nyomás, mondta az intézet főigazgatója ma reggelben. Váji Nagy István hangsúlyozta, kétszer annyi oltatlan kerül kórházban, mint oltott, és sokkal súlyosabb állapotban is vannak, mint a védettek. Kiemelte, a harmadik oltás felvételét mindenkinek ajánlja. Sejtes immunválasz az elég sokáig tart. Az antitestes immunválasz az folyamatosan csökken, és mindegyik oltásnál 4-6 hónap alatt lecsökken a minimális értékre, úgyhogy mindenki, aki megkapta az első két oltást, és hajlandó beoltatni magát, az vegye fel a harmadik oltást. A harmadik oltásnak rendkívül jó védő hatása van, ez számos külföldi vizsgálat kapcsán kiderült. A szennyvíz adatok nem túl biztatóak. A vírus örökítő anyagának koncentrációjából arra lehet következtetni, hogy a negyedik hullám tetőzése még messze van. A következő hetekben várhatóan az egész országban tovább emelkedik a fertőzöttek száma. Az oltatlanok nagy veszélyben vannak, mindegy, hogy idősek vagy fiatalok. A helyzet azonnél a fertőzésnél, hogy igazából nagyon kiszámíthatatlan, hogy kinél milyen tüneteket fog okozni, vagy milyen súlyosságú lesz. Ugye alapvető szabályokat látunk, hogy az idősebbek, akik valamilyen krónikus betegséggel küzdenek, és itt gondolok elsősorban a cukorbetegekre, akiknél kifejezetten kockázatos a koronavírus fertőzés. A koronavírus terjedésének csökkentése érdekében egyre több helyen szigorítják a védelmi intézkedéseket. Hétfőtől a kormányablakokban, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal irodáiban is maszkot kell viselniük az ügyfeleknek és az ügyintézőknek. A NAV azt kéri, aki teheti, vegye igénybe az online szolgáltatást, minden teendő elintézhető elektronikusan is.